fiatalkorunkban hiába akartunk marihuánához jutni, nem sikerült volna, hisz az alkoholpaletta is sokkal korlátozottabb volt. Más tudatmódosító szerekhez nem férhettünk hozzá. Világunk ezen a téren is megváltozott, és csak ott és az nem jut kábítószerhez, aki nem akar. Számtalan kérdés merül fel a régebbi és új függőségekkel kapcsolatban. Vannak-e jelei annak, ha valaki a környezetünkben drogfogyasztó? Mert nem minden szenvedélybetegség annyira felismerhető, mint az alkoholizmus. Miért fordulnak az emberek a tudatmódosító szerekhez? Kit vagy mit keresnek ilyenkor? Mire vágyik a fiatal, ha a kábítószerhez fordul? Hol a határ a fogyasztásban? Mi a helyzet a medikális marihuánával? Egyáltalán hogyan adagolható a terápia és a gyógyszeres kezelés adott esetben? Lehet-e szenvedély nélkül élni? A sikeres és népszerű előadásokat tartó budapesti főorvos és a kolozsvári teológiai tanár, az Ózdi Központ alapítója egymást kiegészítve beszélgetnek dr. Dégi László Csaba egyetemi tanárral, drogprevenciós szakemberrel. Zaher Gáborral és Horváth Leventével a drogfogyasztás alapkérdéseiről beszélgetünk, orvosi, illetve lelki gondozói megközelítésből. Levente, beszéljünk egy kicsit az arcokról. Kik ők? Kik ők? Hibásak? Hát ha... Bűnösök? Ja. Lúzerek? Szóval rólam faggatsz engem. De ezek tükrök. Ez mindegyik arcban én vagyok, és mindegyik arc visszanéz rám. Lehet, hogy nélkülük nem látnám a saját arcomat sem. Mint hogy a valóságban sose látjuk a saját arcunkat. Tehát azt gondolom, hogy a személyiség formálásában abszolút tükör a másik ember arca. És nem is mondok ezzel újat, hogy az arcodba nézve fogadlak be téged. A másságodat is csak így tudom befogadni, ha a szemedbe nézek, nem? És az, hogy ezek az arcok, akik itt láthatók, egyik-másik játékszenvedéllyel, van, aki alkohollal, van, aki droggal küzdött, az, hát mit mondjak, erről az jut nekem eszembe, hogy egyszer mondtam nekik, hogy én nem vagyok igazából szakember, mert én nem voltam alkoholista. És akkor megszólalt egy idősebb fizika tanár, aki alkoholfüggő volt, hogy de még lehet. És abban a pillanatban nevet az ember ezen, de nagyon mélyen értettem azt, hogy be vagyok fogadva, mert magamra úgy tekintek, hogy ez egy komoly mondat, akármilyen humoros, mert hogy a humorban nincs tréfa, ha valóban mély. Tehát potenciális függő vagyok, ha ezt kérdeztem. Doktor úr, hogy néz ki egy drogfogyasztó? Itt azt tartják, hogy a hegyek megvédenek. Ez nagyon jót mosolygott. Ebben a nagy védelemben nem tudjuk, hogy hogy néz ki. Hogy ismerjük fel? Ezt tényleg nem tudjuk itt. Most itt megint az előítéletekről van szó. Ugye azt a szót kimondjuk, hogy kábítószerfüggő, kábítószer, azt akkor mi fog eszünkbe jutni? Eszünkbe fog jutni egy olyan csávó, egy teljesen leszuttyat, koszos, mocskos, szétszúrt, akinek a zsebében van 3 darab használt fecskendő, 5 darab tű, aki a néni válláról letépi a táskát, a gyerektől elveszi a mobiltelefont, kéreget, autókat esetleg, ha ott hagyjuk hátul a táskánkat, föl fog törni. Nem. Igen, van ilyen, természetesen. De az átlag szerhasználó, az biztos nem fogjuk fölismerni, az jön velünk szembe, és pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint gyakorlatilag bármelyik. Ez a szülők számára ez egy nagyon ijesztő válasz. Abszolút, mert ők azt gondolták, hogy akkor jön, na látod, fiam, az a kábítószerfüggő, és akkor ott megjelenik az ördög, hatával, szarval, lángokat lövelve, mert ő kábítószerezik. Nem.
Egy átlag, mondjuk egy marihuána függőt, hiszen abból van a legtöbb, ugye? Én a magyar adatokat tudok csak pontosan mondani, hát azok azért kicsit durvábbak, ugye, mint ugye itt Erdélyben, de hát azért még az európai átlagtól nagyon-nagyon el vagyunk maradva. Nagyjából 20 ezer kábítószer függő van Magyarországon. A 20 ezer kábítószer függő 50% a marihuána függő. Mit értünk az alatt? Nem azt értjük, hogy rastafári állapotban rohangászik az utcán, szaladgálva, boldogan, elvarázsolva, szó nincs róla. Itt egy olyan figura, aki jön velünk szembe, naponta elszív 3 spanglit, azért kell az utolsó, hogy jól tudjon aludni, reggel azért, hogy jól tudjon működni, és napközben még egyet elszív, mondjuk, és akkor most lehet, hogy olyan dolgot mondok, amit majd kivágodik, mondjuk a tévébüféjében, a dohányzó helyen. Vagy esetenként mondjuk az egyetemen, ahol ő mondjuk oktatóként dolgozik. Vagy esetenként mondjuk a szerkesztőségben, ahol éppen újságíróként dolgozik, című történet, és ő nem fogja kirabolni, nem fogja föltörni, sőt, ha ott hagyjuk a táskánkat a kocsiba, akkor lehet, hogy utána úsz, hogy figyelj, ne hagyjam már ott, mert ebből problémát. Ő 3 spanglit naponta elszív, ezt csinálja 15-20 évig, nokdacu, és most valami nagyon durva dolgot fogok mondani, netán mondjuk politikus az illető, most csak Magyarországból kell kiindulnia, ugye, ahol az egyik pártnak a volt vezető embere, az annak idején a Kendermag Egyesületnek volt a vezetője, és hát ő nem rejtette véka alá, hogy ő tulajdonképpen marihuána függő. És ő nem azt jelentette, hogy ő tényleg izével jatagánnal járt az utcán, és mindenkit lefejezett, aki éppen aktuálisan vele szembe. Szóval nincsenek természetesen jelek. Igen, az extremitások, a szélsőségekben igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy pontosan emiatt, mert ugye a kábítószert egy ilyen fétistárként tekintjük, legalábbis mondjuk a 45 pluszos korosztály, mert az én életemben ennek semmi jelentősége nem volt. Ugye 59 éves voltam, amikor én középiskolás voltam, vagy orvosiskolába jártam, nem volt. Persze volt, mert lehetett akkor technokorrapid, meg nitrohigító, meg kodein, meg parkán, de ez már akkor is gáz volt. Ketamin volt? Ketamin nem volt akkoriban. Illetve volt ketamin, hát ugye a mentőautóban volt ketamin, amit használtunk, de az itt a ketaminnal való visszaélés, az mondjuk nagyon-nagyon típusosan egy angol történet szokott lenni, az onnan ered, és mind a mai napig például az angol és sürgősségi osztályokon a szerhasználóknak kb. 20-25% a ketamin, illetve valamilyen designer ketamin miatt, ugye, mert már ez is tovább lépett természetesen, ugye ez a világ. És igazándiból, ugye az én életemben ennek semmi jelentősége nem volt. De ugye, doktor úr, sokan azt gondolják, hogy ön olyan, mint egyfajta belelátó. Tehát, hogyha valaki megjelenik az ön osztályán, akkor egy átlag emberhez képest, szülőhöz képest, kollégához képest, hát a pupillából, a mozgásból, a magatartásból belelátja. És hát mi is szeretnénk tudni lehet, ezt, hogy... Lehet azért sok mindent, ez természetes. Hát, például... Kiszagolni nagyon nehéz, az alkoholt kiszagolod, a dohányt kiszagolod, de ezért iszak az emberek vodkát, ugye a vodkának annyira nincsen szaga, természetesen. Lehet azért itt a klinikai tünetekből azért egy-két dologra következni. Mire gondoljunk? Hát például mondjuk tényleg a pupilla az azért nagyon sok mindent el tud árulni, az illető magatartása, a relaxált állapota, az izgatottság, az izzadás, és így tovább. Tavaly én elég sokat járok fesztiválokra, részben zenét is hallgatni, részben pedig ugye meg szoktak hívni, és akkor ott tartok előadásokat, ilyen egy órás beszélgetés. Ez tök jó, rövidgatja papucs, póló, szóval ez nem az a klasszikus kultúrház. Ott összegyűlik 3-4-5-100 fiatal, dohányoznak közben, és ott hallgatnak is, amit beszélek. És volt már olyan ilyen fesztivál, hogy elém állt egy fickó, és most olyan csinálok, amit kértek az urak, hogy ne csinálják, és hogy odaállt, és ugye maga szerint mit szívtam? És akkor mondom, fiam, te biofüvet használtasz, hogy honnan tudja? Tehát piros, mondom, pontos válasz. Mondom, látom, és igen. Akkor hú, persze, ilyenek azért vannak, de azért azt kell, hogy mondjam, az esetek jelentős részében. Ugye mire gondolunk? Arra az időszakra, amikor a szerhatás tart, és azért mondjuk ez marihuána szempontjából 3-4 óra, amfetamin szempontjából 5-6 óra. Jó, egy LSD-s halucináció eltarthat 12 óráig is, de megint más az, amíg a szervezetből kiürül, meg más az, még valódi hatása van ugye ennek az egész történetnek. De ilyen univerzális jelek tulajdonképpen, amivel alapján azt lehet mondani, hogy ha mondjuk sábezdeklit visel, akkor valószínűleg zsidó vallású. Ha keresztet hord a nyakába, akkor valószínűleg katolikusról van. Szóval ilyenek nincsenek, ami alapján itt ki tudja szűrni. Főként egy laikus, aki... És még egy furcsa dolog, és ugye hát ezt jó helyen mondja az ember, hogy a televízióban, hiszen mondjuk a média az nagyon-nagyon sokat tehet arról, hogy alapvetően a kábítószerről nagyon furcsa kép alakult ki. Hiszen a médiát mi érdekli? A szenzáció. Meghal,
túladagolódik, kórházba kerül, megtámadja a rendőrt, megszurkálja a mentőst, lefoglalnak, stb., de az átlag nem. A zombidrogosok. Hát az, amit leírnak. Volt a médián, persze, hogy megeszi az arcát. Igen. És itt, igen, ilyenek vannak ilyen történetek is, nem csak a tengeren túl, ugye a borzasztó nem. Egyesült Államokban, hanem ez előfordul, ez tulajdonképpen nálunk is, de ez nem az átlagról szól. Az átlag senkit nem érdekel. Az a csávó, aki elmegy a buliba, betol két exet, és 7 órán keresztül övé a világ, mindenkit a lelkéről, boldog, stb. Utána hazamegy, nehezen alszik el, hát persze meg kicsit megpörgeti, de kialussza magát. Fog ez érdekelni bárkit is? Egy szerkesztőt, egy újságírót, egy riportert? Nem halt meg, nem ölt meg senkit, nem ette meg senkinek az arcát, és itt tovább, és itt tovább. És a média számára a szenzáció az eladható. A szenzáció ekkora, a többi az meg ekkora. Na és alapvetően itt vannak a problémák. Teljesen egyetértek. Mi 10 évig voltunk fesztiválon, és ugyanez a tapasztalatom, hogy nem lehet megmondani. Könyvszerint sem, így van. Anélkül sem. A fesztivál, és én ezt javasolnám a szülőknek, tök jó. Nagyon jó, és érdemes elmenni nekik is a fesztiválra. Részben azért, mert hogy ők leragadtak valószínűleg 25 évvel ezelőtti zenéknél, hanem igenis ismerjék meg, hogy ma mit hallgatnak a fiatalok. És például ez is fontos, hogy meg szoktam kérdezni időnként a szülőtől, hogy milyen zenét hallgat a gyereke. És akkor mi a válasz? Borzasztót. Oké, mondom, rendben van, borzasztót. De nem gondolja, hogy az a rockzenész, az a rapper, vagy bárki, az a gyereknek fogja éppen a lelki világát kifejezni, kiénekelni, kiverselni belőle, de akkor is ez borzasztó. Tehát könyörgöm, mert akkor a saját gyerekét nem ismeri, mert nem tudja, hogy egyáltalán mi az az érdeklődési kör. És persze nem a kötelező olvasmányokról van szó, Légyom, mint halálig, Szentpéter esernyőre, Egri csillagú, baromi fontos, de hát ez mindegyikünknél ugyanúgy visszaköszön, hanem pontosan azok a dolgok, azok a szatellit dolgok, ami alapján valójában megismerkedjük a gyerekünket. Igen, csak ugye ez egy nagy szembesülés lenne a szülők számára, mert hogy könnyebb valamelyes pszichésen kezelni egy olyan dolgot, amit zugosítunk, marginalizálunk. Igen. Tehát elmenni egy fesztiválra azt jelenteni, hogy mégis az a fekete felhő nem annyira fekete, uh-huh. És hogy a gyerekem mégse a pokol fajzata vagy. Így van. Na de ha belülről látja, akkor lehet, hogy talán egy kicsit valami lámpa gyúlik itt a buksiba, és azt gondolom, az jelentősen vihetné előre ezt a világot. Doktor, szóval a jelekkel... Nincsenek univerzális jelek. Az előítéletek működnek, a megbélyegzések működnek, és a megbélyegzés lesporoltatja velünk a megkeresést. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hadd éljek egy példával. Pál apostol Korintusban 1000 bajt látott. Olyan bűnöket, hogy förtelem, és meg is nevezi ezeket. De nem spórolta le a keresést. És szó szerint idézem, azt írja, íme harmadszor is kész vagyok hozzátok menni, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat keresnek. Azt gondolom, hogy ebben az kis kiszólásban egy paradigma értékű dolgot mond el az apostol, hogy egyszerű lenne rátuk sütni azt a bélyeget, hogy bűnös. Vagy a kérdésedben ez is volt beteg, vagy nem, koszos, drogos, vagy nem tudom mi. De az a baj, hogy ezzel lespóroljuk ezt a megkereső tiszteletet, ezt a megkereső szeretetet, mert tulajdonképpen az Isten arcát keressük egymásban, mert Isten arcára és hasonlatosságára voltunk teremtve. De megtalálni a másikban nem könnyű. Ez egy küzdelem. Nem könnyű megtalálni. Nem könnyű. Te mit gondolsz arról, hogy melyek azok a jelek, amire oda kellene figyeljünk? Mondjuk akkor, amikor még ez a, ahogy te mondod, odaforduló keresés szükségesé válik. Amikor már valami úgy változik meg, hogy ez az odafigyelés, ez elkerülhetetlen. Tehát, hogy arra az emberi részére kell odafigyelned, ami úgy változott meg, hogy tulajdonképpen ártalmassá vált. Ez a lépés előtt mit keressünk, mit figyeljünk? Én téged nem tudlak megkeresni nélküled, csak veled együtt. Tehát ilyen értelemben ezen a téren nincs objektív tudás.
itt a személyesség alapvető. Megengeded-e, hogy veled együtt elmenjünk felkutatni téged? Én láthatok benned dolgokat, például láthatom azt, hogy az eredeti családból mit hozol magaddal, aminek a hiánya behívja azt a drogot, vagy azt a viselkedésformát, vagy folyamatfüggőséget, vagy viselkedésfüggőséget, ha arról van szó, vagy a szerfüggőséget. De az, hogy engem érdekelsz, te, mint ember, azt jelenti, hogy időt, energiát fordítok arra, hogy ne azt, amit rád vetítenék, a legegyszerűbb, beszéltünk erről, az egy megbélyegzés, hanem azt, ami a rádvetítés mögött lehet van, egy vérbeli pszichológus is tudja ezt, hogy nem szabad azonnal elvégezni, hogy mondjam, még akkor is, ha kitűnő intuíciója van, akkor sem elég, beszélgetni kell. Tehát veled kell elmenjek megkeresni téged, és ehhez nagyon fontos. Na most beszélhetünk egy drogfüggőnek a külső jelei, hogy mit látsz. Nyilván a viselkedés sok mindent elárul, és van, akinek már gyakorlott a szeme. A kollégáim sokszor humorosan is elmondják, hogy mi történik akkor, amikor beesik a 20 éves vagy a 17 éves fiával a szülő hozzájuk, és akkor az a dinamika, ami a beszélgetésben lefolyik, ahogyan szégyeli esetleg a szülő, és az ifjú az megpróbálja az egészet transponálni, vagy ugye vannak ilyen páncélok, amit ilyenkor maguk köré vesznek az emberek. Nekem mindig ez a szó jön föl, hogy intimitás. Az intimitás az, amit Pál apostol itt kifejezett, hogy nem azt keresem, ami a tiétek. Ha pozitív értékeid vannak, akkor megint csak nem téged szeretlek, hanem a pozitív értékeidért. Ha negatívak, akkor megint csak nem téged utállak meg, hanem az utálatos hozzátartozóidat. De ez nem te vagy. És ez a probléma, hogy meg kell mondjam, hogy sokszor látom, és a fiaim is mondták ezt nekem, hogy apa, azt látom, hogy aki függő lesz, azt kiutáljuk magunk közül. Azt arra rásütünk egy bélyeget, vagy túlhal. Régebb ez az alkohollal volt, hogy nem vagy férfi, ha nem iszol, de ha már kontrollvesztésbe kerültél, akkor meg le vagy írva. Szóval a jeleknél is fontos szétválasztani a cselekedetet, a viselkedést és a személyt. Abszolút. Nem csak abszolút. A megítélésnél, nem csak a felépülésnél, hanem már a történet igen. Elején ezt szétválasztjuk. Igen, igen. Hol a határ? Hol kezdődik a baj? Azért kérdezem ezeket a bevezető fontos kérdéseket, mert ez az, ami nagyon sokunkat izgat. Így van. Hol a határ? Honnan kezdődik a baj? Most mehetnénk a DSM 11 kritériuma szerint, ugyan fölösleges. Ugyan már egy. Szerintem a nézők 99,9%-a azt se tudja, mi az a DSM. Azt hiszem, hogy egy autó, amelyiknek valami újfajta generációjával találkozunk. Nem, jó, szó nincs róla. A történet szerintem alapvetően arról szól, hogy itt azért különbséget kell tenni az alkohol és a kábítószerek között. Alkohol szempontjából nagyon álságos lenne azt mondanunk, hogy fiam, majd ha betöltötted a 18-at akkor, mert előtte is isznak. Persze vannak a kivételek, mert mi például nem ittunk, mi rendes úttörők voltunk, rendes kisztagok voltunk, ugye, kedves nézők? Igen. Mi nem is dohányoztunk a gimnázium budiába, és itt, dehogy nem. Viszont az alkohol szempontjából, mert elmegy a gyerek a buliba, és igenis ott fog alkoholt fogyasztani, kellene neki adni valami keretrendszert. Én erre egy hihetetlen egyszerű mondatot találtam ki, ne legyen harmadik. Most elmegy a gyerek a buliba, megiszik két sört. Lesz tőle baja? Nem. Legfeljebb el fog menni kettővel többször pisilni. Két fröccs, szintén. Két felest megiszik, akkor még pisilni se kell, hiszen ez nem akkora folyadékterelés. És mi lesz tőle? Kipirul, jó pofa lesz, röhögcsél, és így tovább. És így a harmadiknál kezdődnek a problémák. Mert jön a leszaromérzés, és jön a negyedik, az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik. És ha tud egy keretrendszeren belül mozogni, akkor oké lesz. Hiszen nem azért megy el a buliba, hogy egy óra után ott feküdjön a sarokba, összeukálva, bepisilve, bekakilva, ha bár tök jó fényképeket lehet ilyenkor valakiről készíteni, amit a fölraknak ugye a Facebookra, az Instára, ide-oda, amoda,
az örökre ott fog tulajdonképpen maradni. De azért megy el a buliba, hogy jól érezze magát. Hogy a kislány szemezgessen a legénykével, megrázza előtt a pusapot, a legényke az próbáljon nincs elkérni a kisasszonyjal, nehogy Isten behúzza őt a sarokba, csókolózzanak, nettán egy kicsit megtapizzák egymást, és itt tovább, és itt tovább. És erről szól tulajdonképpen a világ, és ne arról, hogy eszméletlenre iszod magad, mert az gáz. Ne legyen harmadik az alkohol kapcsán. Igen, kábítószer null tolerancia. No tolerancia, kábítószer kapcsán. Ott teljesen nulla. És megmondom, hogy miért. Mert kiszámíthatatlan. Azért kiszámíthatatlan, mert annyit változott napjaink világa, főleg ugye az új dizájnerszerek, 5 év alatt több mint 350-szer jelent meg. Van. Ez a, figyelj öreg, hát ez zene, ez kristály, ez MP3, ez MP4, ez kréta, bármi. Nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Engem baromira nem érdekel, mert én nem azt fogom kezelni, hogy a csávó ABC vagy D-szert használt, hanem hogy milyen klinikai tüneteket produkál tőle. De napjaink szerhasználata nagyon a bizonytalanságról szól. Megint ugye itt a visszamenve mondjuk 25 éve, az ember elment egy buliba, megkínálták őre egy viccet cigivel, mi volt? Marihuána. Színes tabletta, extázi. Olcsó fehérpor, amfetamin. Drága fehérpor, kokain. Barna por, heroin. Gomba-gomba, bélyeg-bélyeg. Ma egy tablettáról, egy porról, egy viccet cigiről meg tudjuk mondani, hogy nem, mi van benne? Nem. Persze, elviszük az analitikai laborba, az analitikai labor megnézi, és meg tudja mondani, hogy miből és mennyi van benne. Nem beszélve arról, hogy megjelent egy csomó kombinált készítmény, 2-3 hatóanyag van egy tablettában, ami lehet, hogy ugyanúgy néz ki, és lehet, hogy a tartalma az döntő módon különbözik egymástól, mert ugye ezt ugye az eredeti anyagot előállítják Kínában, eljut ide, bekerül az Unióba, és attól a pillanattól kezdve itt valamilyen zuglaborba, ugye azt mondják, hogy droglabor, lótúró droglabor, hát mit csinálnak vele? Ott a por, a hatóanyag, azt összekeverik, tesznek bele színezőanyagot, néhány százezer forintért vesznek egy tablettázógépet az online világba, és a határtalan és végzett csávó megcsinálja a tablettát a Smiley logóval, a Mario-s logóval, bármivel, és már is árusítják. És nem tudom megmondani, hogy abban most hány milligramnyi hatóanyag szorult bele, mert ez nem a Richter Gedeonnak a tablettázó gépe, ahol az 5 milligram, 5 milligram, a 10 milligram, 10 milligram, és nem 11, és nem 4. És ettől a pillanattól kezdve a napjaink szerhasználata az orosz rulett. És ezért mondom azt, hogy kábítószer, null tolerancia. De ezt gondolja a marihuana kapcsán is? Igen. Miért? Mert mindenki azt gondolja, hogy most akkor hát most elszívtam egy spanglit, hát mi bajom lesz. És főként az elmúlt 10 év marihuana kutatásai azért sok mindenre rávilágítottak. Hát rávilágítottak a pszichózisra, marihuana pszichózisra, a függőségre, az elvonási tünetekre, a THC okozta hiperemezis szindrómára. Rávilágítottak egy csomó olyan mentális változásra, például Angliában ugye a skizofrénia, ami a 20-as életévek elejének a betegsége, megjelent hamarabb, mert azoknál a kamaszoknál, akinél lehet, hogy az egész életében lappangott volna, és soha nem jött volna elő, a THC fogyasztás mindezt előhozta. És persze, a százalékos arányok azt mondják, hogy kicsi a valószínűség, de a kicsi a valószínűség, és a nulla, az különbözik egymástól. Mert lehet, hogy eddig 23-szor szívtam, és tök jó volt, és röhögtünk, és minden. Nagyon kasa, és a 25-re fog beütni egy pánikroham, ami viszont valami jól meg fog ágyazni egy pánikbetegségnek, amiből azért kijönni, hát az nem egy könnyű feladat az ember számára, az gyakorlatilag akár az egész életére is rányomhatja tulajdonképpen a bélyegét. De ez nem azt jelenti, hogy például dekriminalizálás, ami fontos, szerintem, mert a büntetés nem megoldás, és nem is azt jelenti, hogy orvosi marihuána felhasználás, ami egy teljesen külön fejezet, tökéletesen más, amit szintén jelentős módon tudok pártolni, mert igenis, ma már evidenciák szólnak arról, ilyen és amolyan betegségben, akár a THC, akár a benne levő legalább 60-féle kannabidiolnak, igenis van jelentősége, ami bizonyos betegségekben javulást, akár terápiás megoldást is tud jelenteni, és azt gondolom, ezt nem szabad elzárni azok elől, akik erre rászulnak. Igen, mondja ezt a kedves néző, de benne van a visszaélés. Persze, miért a fentanil tapaszba, ugye, amit a daganatos beteg kap, nincs benne. A fentanilos tablettában nincs benne. Na jó, de hát bemegyünk az Osánba, veszünk sósavat, ami tök jó, mert lehet vele, mit tudom én, rozsdát, ezt, azt, azt, nem is lehet inni. Ugye? És azért az nagy különbség, hogy most megittam a sósavat, vagy esetleg a rozsdát szedtem föl valahonnan, vagy egy csőről leszedtem ezt a dolgot. Erről te mit gondolsz, hogy hol kezdődik el a baj egyénileg és társadalmi szinten ebben a kérdésben? Azt gondolom, hogy ha ez a keresés
vonatkozik, az intimitás az a keresésben mutatkozik meg, akkor ott kezdeném, hogy egy fiatal, amikor önmagát keresi, akkor ő intimitásra vágyik. Mert én három dimenzióban látom ezt, a másik ember keresése, magam keresése és Isten keresése. És mindegyik koordinátája ennek a dimenzióknak végső soron egy vágyból indul ki. És most nagyon furcsa lesz, amit mondok, hogy vannak könyvmolyok, vannak sportolók és vannak függők, és mind a mondtam kapásból három kategória, mind a három ugyanabból a vágyból kezdte. Ha ez így megragadható. Én szerintem. Tehát azt érzem, hogy mindenki önmagát kereste, önmagával való egységre vágyott, abból a szétesettségből, ahonnan magához érkezett, és hát ennek okai lehetnek az eredeti családban, ennek nyilván a környezettel való kölcsönhatásban is, és nem elhanyagolható nyilván az, hogy hogyan él közösségileg az ember, mert abban is nagyon formálódunk. A baj egyénileg akkor talán ott kezdődik, hogy ezek a személyes, egyéni részletek úgy esnek szét, úgy töredeznek, vagy úgy nem állnak össze, hogy ez a fajta intimitás, amiről beszélsz, ez tulajdonképpen nem válik lehetővé. Legalábbis saját erőből nem válik lehetővé. Igen, nem válik lehetővé. Úgy egy nagyon fontos dolgot mondtál ki, mert azt gondolom, hogy éppen úgy, ahogy én az arcomat nem láthatom meg, tükörre van szükségem, vagyis arra, hogy te nekem visszajelez, és a másik, és a harmadik visszajelezzen. Mert én abból tudom betájolni az identitásomat. Most az a bajunk ezzel, hogy Descartes óta nagyon külön van választva a test és a lélek, nagyon külön van választva az objektív és a szubjektív, nagyon külön van választva az identitás, pontosabban, és szerintem ez egy mitosz most már, az identitás nincs önmagában. Az identitás nem lehet önmagában. Az ember egy kommunális lény. És ezért tartom a mi függőkkel való foglalkozásunkban döntőnek azt, hogy 9 hónapig el lehet jönni, és ott egy csoportterápia folyik. Ettől függetlenül egyéni mentora van mindenkinek, és ez nagyon fontos, de fontos a csoportos visszajelzés is. Medikális marihuána Romániában. Ott még nem tartunk, hogy népszavazás legyen ebben a kérdésben, de ez is egyfajta társadalmi tükre annak, hogy ezzel a kérdéssel mit próbálunk, vagy nem próbálunk kezdeni egy picit tágabb, nagyobb szinten, mint a saját életünk. Erről te hogy vélekedsz? Mit gondolsz erről a történetről? Amerikában most ez tulajdonképpen az elmúlt 5 évben nagyon-nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, látványosan zajlik. Európában a 2000-es évek elején Portugáliában ez lezajlott. Hollandiában is. Hogy itthon, itt Erdélyben, itt Kolozsváron, te hogyan gondolkodsz erről a kérdésről? Igen, hát én... Nem, elég szkeptikus vagyok. Úgy gondolom, hogy pontosan tehát a restrikciók nem sokat tudnak ebben a dologban segíteni. Tehát azért vagyok pro-intimitás, vagy hogy mondjam. Én annak vagyok a híve, tudom, hogy ezt nem lehet tömegesen megoldani ezzel. De mégis azt látom, azok a beszélgetéseim emlékezetesek, azok a gyógyulástörténetek számomra izgalmasak vagy szépek, amelyek nem rövid lefutásúak, nem is szenzációsak, mert leülni, akár egyéniben dolgozni valakivel több hónapon át, egy nagyon nehéz folyamat. Az életed egy része belekerül, ez nem egy látványos és gyors változás. Igen, hát attól függetlenül persze lehet itt véleményezni, hogy a restrikcióknak nyilván van
egy hatása, mert hogyha társadalmilag megengedettnek bizonyul valami, akkor nem lehet kizárni a visszaélést, és minket inkább ez érdekel, mert a visszaélés az abúzus vezet a függőséghez. Tudod, arra is gondolok, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt a kérdést ezt valahogy ilyen igen-nem, jó-nem, jó kettősben megítélni. Uh-huh. Az igazság az, hogyha átlagemberként gondolkodom, olyan sokféle hatás ér ebben a kérdésben. Egyrészt azt hallom, hogy ennek gazdasági előnyei, medikális előnyei vannak. Igen. Másrészt azt hallom, hogy pszichózist okoz. Másrészt azt hallom, hogy tulajdonképpen nem tudjuk a válaszokat. Szóval én úgy élem meg... Van, aki kézikönyv ellenes, ugye? Ez is úgy élem meg átlag emberként, hogy meg még néha szakemberként is, úgy élem meg, hogy borzasztóan nehéz ezzel mit kezdeni. Ugye? Rövid idő alatt nagyon sokféle szempontod rád ontanak, és nem biztos, nem hogy látod elég... a... Igen. Igen. Mintha nem lenne elég adat a birtokunkban ahhoz, hogy teljesen el tudjunk igazodni. Igen. Bejön valaki, az abszolút izoláltságból, ahová őt juttatta a függősége, bejön egy közösségbe, egy nagyon struktúrált, tehát minden napunk nagyon struktúrált a drogterápiás otthonban, és akkor egyszerre csak az elhalóban lévő csápjai, amivel a közösségi létét élte, beindul. És egészen más arcot ad neki, mint amit addig gyógyszeresen szinten lehetett tartani vagy kezelni. Ez ugyanaz a klasszikus megállapításhoz vezet bennünket, hogy akármilyenek a gyógyszerek, terápia kell hozzá, és viszont. Tehát nem mindegy, hogy milyen terápia, milyen gyógyszerhez társul. Tehát azt mondja, hogy a medikális marihuana az egy olyan terület, amit bátorítani, támogatni kellene, mert a igen. kutatások azt mutatják, hogy daganatos betegségektől, görcsös betegségekig, mindenfélében tulajdonképpen vannak pozitív változások. Így van. A másik része ugye a marihuana dekriminalizálása. Így van. Esetenként legalizálása. Illetve ugye a rekreációs marihuana használat. Ez az a három veder, amiről beszélünk most? Alapvetően ugye a legalizálás és a rekreáció az tulajdonképpen inkább egy vödör. Én egyelőre nem gondolom azt, hogy mondjuk igen. itt a volt szocialista országokban jelenleg az lenne a legnagyobb probléma, hogy legalizáljuk-e a marihuánát. Egyetértek, viszont van egy ilyen erős nyomás, tehát az én fejemben a portugál modell van, és az amerikai, ami most zajlik mondjuk... Amerikát felejtsük el. Felejtsük Amerika el. Az tengeren túl, az más világ. Igen. Nem beszélve egy nagyon érdekes dologról, amikor Washington államban legalizálták a marihuánát. Igen. Ugye ott álltak a törvényhozás épület előtt a csávok, velük szemben ugye a helyi rendőrség. Mondjuk 5 méterre egymástól. Igen. Délben kartva, kiharangozták, kisbíró kidobolta, igen. lehet. Népszínű csávok elővették ugye az őrlőt, innentől megtekerték, rápippantottak, és így néztek a rendőrökre. Igen. A rendőrnek egy arcizma se rezdült. Igen. Semmi. Majd a rendőr mögül előlépett egy fiatalember, nem egy, több, öltön nyakkendő, és azt mondta, FBI, le vannak tartóztatva. Hát igen. Ugye az FBI-ra nem vonatkoznak az állami törvények. Bizony. Nem beszélve például arról, nézzük például ugye a holland modellt, hogy ugye egy coffee shopba, holland állampolgár, 18. életében, stb. Szívhat, és egy coffee shopba 50 grammot lehet tartani. Igen. Igen, de Hollandiában nem lehet termelni. Igen. Hogy kerül oda? Ja, hogy mannaként lehullik az égből. Ja, az megint más. Persze azt pontosan tudjuk, hogy a hollandai coffee shopokban lévő marihuána Marokkóban termelődik, ahonnan eljut Spanyolországba, és onnan fog eljutni végül is, nem legális úton, hanem illegális úton, mert arról ez úgy nem működik. Vagy például Colorado államban olyan túltermelés volt, mert mindenki azt gondolta, hogy ebből fog megélni, amikor ugye ott legalizálták, hogy egyszerűen nem tudják eladni, és ugye az nem működik, hogy akkor átviszem egy másik államba. Erre nincsen lehetőség. És akkor ott vannak a raktárakban. Viszont ami miatt Amerikában volt pozitív hatása, hogy ott egy elég komoly opiátkrízis van. Így van. Hogy az opiát típusú fájdalomcsillapító szerek azok nagyon-nagyon széles körben elterjedtek, 2 millió opiát függő, napi több mint 100 haláleset, egy picit visszábszorította ugye az opiát használatot, igen. de nem gondolom, hogy ez jelenti ugye az opiát függőségre is a megoldást. Hát ez elgondolkodható, mert én úgy látom, hogy ez a nyomás a marihuána legalizálása, dekriminalizálása kapcsán azért errefele is zajlik, legalábbis diskurzus szintjén. És nagyon nehéz tisztán látni, mert a tény az, hogy a marihuána használattal kapcsolatosan tényleg
nagyon sok mindenre nem tudjuk a választ. Tehát amit a pszichózis kapcsán említett, azok világosak, igen, és ezeket megerősítik az amerikai kutatások, igen, jól ér észre. Igen. Viszont nagyon sok olyan kérdésre nem tudjuk a választ, hogy mi van akkor, hogyha ugye olyan fajta marihuánát használ valaki, amit Amerikában azt mondják, hogy felfegyverzett, tehát hogy nagyon intenzív a THC tartalma, hogy akkor meg mi van? Hogyan látom én a különbséget? Tehát, hogy miből tudom, hogy ez vagy az? Sehonnan, egyféleképpen tudom. Alapvetően, hogyha ez egy állami monopólium lenne. Lenne. Aki azt mondja, hogy olyan növényt állít elő, ami ilyen százalék. És azért azt se felejtsük ki, hogy Woodstockban 1-2 százalékos volt egy ciginek a THC tartalma. Ma 12-14, sőt a csehek barom jól csinálják, GMO, génmódosítási, igen, technikával, igen, olyan növényt állítottak elő, ami 39 százalékos THC tartalmú. Szóval azért az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy most egy 1%-osat, vagy mondjuk esetleg csak egy 30%-os cuccot szívok el. És ugye jó, persze szagról valamit lehet érezni, ránézésre egyáltalán nem, de innentől igen, az megoldás lehet, ha állami monopólium, ellenőrzött mag, ellenőrzött hatóanyagtartalom, és így tovább, és itt adóbevétel. És ettől a pillanattól kezdve ugye megint az lenne, hogy na hát akkor kié legyen ez az állami monopólium? Most a X-é, az Y-é vagy az Z-é legyen, mert pontosan tudja, hogy ebből úgy tudom én egy évben el lehet adni egyik mázsát, stb. És innentől kezdve nem szakmai, nem ez politikai kérdésé menne.